Polgármester úr, újra nyit Lentiben az óvoda és a bölcsöde is. Beszámolhatunk arról, hogy kedvezően alakul a járványügyi helyzet Lentiben? Én úgy gondolom, hogy lentiek eddig is mindent megtettek nagyon nagy fegyelmezettséggel annak érdekében, hogy a lentieknél a járványveszély minél kisebb legyen, és ezt köszönöm is ezúton. Szeretnék köszönetet mondani, hiszen itt most az óvodában vagyunk, az óvoda dolgozóinak is, a különféle intézményeknek a dolgozói nagyon sokat segítettek abban, hogy a járványhelyzet ideje alatt megfelelő ellátást kapjanak az arra rászorultak, akár életkor alapján, akár szociális rászorultak is. És emellett még jutott idő arra, hogy az intézményeket rendbe tegyék, karbantartsák, és abban az állapotban tartsák, hogy bármikor, amikor erre alkalom adódik, akkor vissza tudjunk térni az úgynevezett normális kerékvágásba. Milyen szabályzás alapján került sor a nyitásra? A 2015/2020-as kormányrendelet tette lehetővé, hogy az óvodák, a bölcsödék a veszélyhelyzet előtti munkarendben folytathassák május 25-től a munkájukat, tehát ismét fogadhassák a gyerekeket. A mai nappal véget ért az óvodában az ügyeleti rendszer. Mióta tartott? Március 16-ával kellett felkészülnünk szinte egy nap alatt, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a kollégáimnak, nagyon hálás vagyok, hogy ennyi segítséget csapatként együttműködve meg tudtuk oldani, és a szülőknek az együttműködését, hiszen mindenki a soha nem látott helyzettel szembesülve azonnal partnerként és a gyerekek és a dolgozók védelme érdekében szinte kiürítettük az óvodát. Folyamatosan nyitva tartottunk. Először a rendvédelmi dolgozók, illetve a bolti eladóknak a gyerekeit tudtuk fogadni az ügyeleti rendben. 3-4-5 kisgyerek volt, aki igénybe vette az ügyeleti ellátást. Hogyan oldották meg a szülők ez alatt az idő alatt a gyermekek felügyeletét? Van-e erről információ? Nagyon gyorsan kellett nekünk is reagálni, ugye az iskolákban elkezdődött a digitális oktatás, mi pedig szinte egy hét alatt elindítottuk az online óvodát. Zárt Facebook csoportokon keresztül tartottuk a szülőkkel a kapcsolatot, ezekből a csoportokból van visszajelzésünk a szülők részéről, sok nehézséget okozott. Azt gondolom, hogy nagyon sok szülő talán most ismerte leginkább az óvodapedagógusok nevelő és oktató munkáját. Nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, hogy az óvodai nevelésre ekkora igény van, és ekkora szükség van. Úgyhogy amiben tudtuk, segítettük a szülőket. Nagyon sok esetben, ugye, mivel a védett korosztály a nagyszülők, ezért nem tudták a gyerekeiket a szülők rábízni a nagymamákra, a nagypapákra. Szabadság terhére, illetve a home office ellátásban tudták a munkájukat ellátni, volt, ahol nagy testvér vigyázott a gyerekekre, és ezért igyekeztünk mi egyfajta ajándékként, ajánlásként a gyerekeknek olyan tevékenységeket feltenni az zárt csoportokba, ami esetlegesen ugye itt az óvodában kellett volna, hogy megvalósuljon. Ugyanúgy, ahogy a pedagógiai programunkban lévő tevékenységkörök, ugyanezeket ajánlottuk a szülőknek is, tehát kaptak ajánlást mesére, versre, énekre, mozgásra, ábrázolásra, alkotó, kreatív tevékenységre, közös játékra, amit esetleg a tesóval vagy a szülőkkel tudtak megvalósítani. Hát nem volt egyszerű. Ami nehézséget okozott, nyilván az, hogyha a szülő otthon dolgozott, akkor nem volt erre ideje. Illetve amit tudunk a szülőktől visszajelzésként, hogy az iskolai digitális oktatás a testvérekkel kapcsolatban nagyon sok energiát kíván tőlük, kevesebb idő maradt a picire. Egyik oldalról, másik oldalról meg a picik is nagyon lelkesek voltak, hogy hurrá, mi is kaptunk feladatot, és nekünk is van tevékenységünk, sőt még a nagy tesótól is átvettek olyan feladatot, ami esetleg nekik nem való, de el tudom képzelni, hogy ez a kisgyerekes családoknak mekkora nehézséget okozott. Úgyhogy mi próbáltunk ebben segítséget nyújtani. Megmondom őszintén, hogy kevés visszajelzést kaptunk a szülőktől. Tehát arra már a szülőknek energiája, hogy esetlegesen fotókat, készmunkákat küldjenek, volt egy-kettőnek nyilván, de tömegesen ez nem volt jellemző. Nem sértődtünk meg, tudjuk, hogy mekkora a terhet rótt a családokra ez a rendkívül veszélyhelyzet. Mától szinte a régi rend szerint várja a gyerekeket az óvoda. Hogy alakulnak a létszámok? Nagyon örültünk neki, hogy megnyithattunk, ugyanakkor a másik oldalról meg nyilván bennünk van a félelem, hiszen a vírus itt van, és a veszélyhelyzet nem szűnt meg. Próbálunk mindenfajta előírásoknak megfelelni, ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai, amik kötelezően vonatkoznak az óvodára, ezeket betartva a napi többszöri fertőtlenítés, illetve hogy a szülők hogy közel
tehetség, meg az intézményt, nyilván nem zárhatjuk őket ki. Ők is nagyon várták a személyes találkozást az óvópedagógusokkal, hogy tanácsot tudjanak kérni, hogy át tudják adni azokat a fontos neveléssel, oktatással kapcsolatos dolgokat, amiben támogatás, segítséget várnak. Úgyhogy mi kinyitottuk az intézményt, betartva minden előírást. A szülők mégis nagyon felelősen döntenek, én úgy gondolom. Azok a családok, akik meg tudják oldani, vagy akik úgy gondolták, hogy még egy kicsit kivárnak, hogy talán türelmesebbek lesznek, mert több információval rendelkeznek esetlegesen egy hét múlva, még nem jöttek, viszont feleház. Tehát lehet azt mondani, hogy itt a székhely épületben 70 kisgyerek, a Petőfi úti telephelyünkön pedig 55 kisgyerek igényelte az ellátást. Ez körülbelül a beírt gyermeklétszámnak a fele. Hát úgy gondolom, hogy még következő héten egy-két gyerek várható, aztán jövő héten is, utána is, tehát ahogy talán szűnik ez a félelem, egy kicsit oldódik talán ez a kötöttség, akkor várhatóan több kisgyerekre számítunk. Szeretnénk mindent megadni a szülőknek a nyári óvoda élet során is támogatásként, nyitva tartani az intézményt, nem tervezünk semmifajta bezárást, hiszen nagyon sok szülőnek elfogyott a szabadsága, úgyhogy egyetleni megoldásként az óvodára számíthat. Ebben mindenképpen partnerek leszünk, én is, a dolgozók, a kollégáim, úgyhogy várjuk a gyerekeket szeretettel. Milyen óvintézkedések kerülnek foganatosításra a mai naptól? Nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, de az óvintézkedések fontosak. Ezért kértük a kedves szülőket, hogy maszkban jöjjenek be, illetve hogy a bejáratoknál elhelyezett fertőtlenítőszeres törlőkendőkön jöjjenek át, a cipőjük tarpát fertőtlenítsék le. A gyerekek a csoportszobába csak és kizárólag kézmosás után jöhetnek be, ami kicsit nehézséget okoz, és szakmailag az én szívem is fáj. Kértük a szülőket, hogy a gyerekeknek semmifajta otthoni játékot, cumit, alvókát ne hozzanak be, hiszen ezeknek a fertőtlenítése egyénenként nem megvalósítható. A játékokat cserélgetjük, szerencsére rendelkezik az intézmény olyan bázis játékokkal, hogy akár 3-4 napon keresztül is tudjuk forgatni a játékokat. Minden nap ezek a játékok fertőtlenítésre kerülnek, másik nap új játékot kapnak a gyerekek, elraktuk a szőnyegeket, elraktuk a textíliákat, minden papírtörlővel működik, minden fertőtlenítő lemosással használható, illetve a Dajka nénik a reggeli érkezés után az egész intézményt átfertőtlenítik, amíg a gyerekek az udvaron vannak, délután ugyanez megtörténik, és ebéd után pedig az udvar fertőtlenítése történik, a homokozó játékokat is napi szinten, illetve a kinti játékokat is fertőtlenítő lemosással. Reméljük, hogy elegendő lesz ez a védekezés. Kicsi gyerekek között a maszk használata csak az áthelyekben, az ebédlőben kötelező a dolgozóknak, hiszen ott több gyerek találkozik. Szerencse és szerencsétlenség egyszerre, hogy pont most zajlik a bölcsöde konyhájának felújítása, és ezért a gyerekeket a székhely óvodából át kell vinnünk a Vörös Marti iskola ebédlőjébe. Úgyhogy ez még egy plusz kihívás, főleg ilyen esős időjárás esetén, de meg fogjuk oldani ezt is, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz fennakadás, és minél többet a gyerekek az udvaron fognak tartózkodni, igyekszünk a játék tevékenységeit, a szabad tevékenységeket kint megszervezni. A bölcsőde konyhája biztosította az étkezési szolgáltatást az arra rászorulók és az ellátottak bizonyos körének, mivel az önkormányzat eredményesen pályázott, és egy 16 millió forintos pályázat teszi lehetővé, hogy a konyha felújuljon, új berendezéseket tudjunk vásárolni. Addig is, amíg ezek a munkálatok folynak, addig ideiglenesen a Vörös Marti Mihály Általános Iskola főzőkonyhájában történik a főzés, és itt kapják, innen kapják a gyerekek az étkezést, és a Vörös Marti Iskola ebédlőjében étkeznek, természetesen mindenféle előírást betartva. Hangsúlyozom, ez egy átmeneti időszak, és utána, hogyha elkészül a projekt, vissza tudják adni a konyhát működőképesen, akkor itt ez a helyzet is normalizálódik. A többi főzőkonyha is működik, folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot egyrészt a szociálisan rászorultak statisztikai szolgáltatóival, másrészt a nevelési oktatási intézmények vezetőivel, hogy minden nap egyeztessünk, hogy hány gyermek veszi igénybe az iskolai felzárkóztató szolgáltatásokat, hiszen ott erre már lehetőség van, hányan kérik az étkezést, és hányan kérik továbbra is a szociális ellátás keretében az étkezést. Tehát a most jelenleg ezek a konyhák, az iskolai főzőkonyhák úgy működnek, mint az iskolai szünetek idején, és én úgy gondolom, hogy tapasztalva a létszámokat az iskolákban, hiszen kevés gyerek vette igénybe a felzárkóztató lehetőségeket, hogy ez nem lesz teljes körű az iskola látogatottsága. A bölcsődébe, óvodákba az eddigi ismereteim szerint mintegy 50%-os az igénybevétel, mind az óvodában, ugye mind a két telephelyen történik az ellátás, és a bölcsődébe pedig szükség szerint, még egyszer hangsúlyozva, betartva minden higiéniai biztonsági előírást, és előre is köszönöm, hogy ebben segítségünkre lesznek az iskola és az óvoda használók és a bölcsőde használók is. Az óvodához képest mennyivel komplikáltabb a bölcsödében a veszélyhelyzet kezelése? Talán csak annyiban, hogy kisebb gyerekekről lévén szó, sokkal több ölelgetés, sokkal több személyes kontaktust igényel a gyerekeknek a napi ellátása. Igyekszünk ezeket valamilyen szinten minimálisra csökkenteni, de teljes mértékig nem tudjuk kizárni. Hogy alakult az igénybevétel a veszélyhelyzet idején? Március 17-től nem volt egy igénybevevőnk sem, 16-án volt az utolsó család, aki egy fővel igénybe vette a napi ellátásunkat. Egy hónapon keresztül takarítottunk és készültünk arra a helyzetre, hogy esetleg újra fogadhatjuk a gyerekeket, és kereken egy hónap múlva érkezett az első olyan igényünk, amikor a szülő munkavállalás okán nem tudta otthon ellátni a gyermekét, és kérte a mi tevékenységünket, hogy igénybe vehesse. Azóta az első néhány hétben 2-3 jelenlévő gyerekkel dolgoztunk, kisgyerekkel dolgoztunk, a mai naptól pedig én is azt mondhatom el, hogy körülbelül 50%-a a férőhelyünknek, 21 gyerekkel kezdtük a mai helyzetet. A mai létszám alapján lehet-e következtetni, hogy hogy alakul a következő hetekben az igénybevétel? Igen, hiszen a mai létszámnak a felmérése kapcsán a szülők nagy része már jelezte, hogy ezen a héten még nem, de elsőjétől még nem, de már a következő héttől, tehát nagyjából látjuk, hogy háromnegyed része a következő hetekben a beiratott gyerekeinknek újra velünk lesz, és újra itt lesznek a bölcsödében. Milyen óvintézkedésekre lehet számítani a bölcsődében? Mire számíthatnak a szülők és a gyerekek? Amikről a szülőket már a hétvége folyamán tájékoztattam, a kihelyezett lábfertőtlenítőket kértem gyerekeikkel együtt használják, illetve amikor bejönnek az épületbe, próbálják figyelembe venni azt, hogy abban a pici öltözőben, ahol átöltöztetik a gyerekeiket reggel, egy szülő tartózkodjon egy kisgyerekkel, próbálják meg ezt figyelembe venni, és egymás után érkezzenek, illetve az átadóig jöjjenek, és esetleg a csoportszobát már ne keressék fel, továbbá szimplán annyi, hogy a maszkot legyenek kedvesek, hordják. Nyilván a kolléganőimtől ezt nem kérem, egy szakmai ajánlás nem kéri tőlünk, hiszen a pici gyerekeknél, a bölcsödéskorú gyerekeknél ez elég nehezen tolerálható még.